Start, elindult az 1100 méteres sprint futam, és nagyon jól kezdett Pokolfajzat. Pokolfajzat az élen, de nála is gyorsabb bírónő az első 100 métert megtétele követően. Velene a mezőny végén jól együtt galapozik az egész mezőny, Silver Shine pedig a zárja a sort a boly végén. Merivel az, aki időközben a falon ére fog kerülni, a jól kezdő Pokolfajza pedig visszacsúszik a középmezőnybe. Bírónő és Merivel ez az első két lósorrendjén, Hamill Fighter pedig ott van mögöttük a harmadik helyen, Silver Shine pedig már ott van a negyedik helyen, egészen kívül fordul Velena, ez a versenyébe kerülhet, a mezőny végén minna színei tűnnek föl, jönnek a lovak a befutó egyenesre, 450 méter van még hátra a versenyből, benne falon Merivel az élen, Merivel bírónő kettőse hozza a lovakat a befutó egyenesre, Merivel az első, mellettek bírónő, Merivel benne a falon kívül bírónő, Nymel Fighter pedig jön narancsárga dresszében, már a harmadik pozícióban van, kívül megkezdi az zárkózást Noklupata fölállhat a dobogóra, megtörik Silver Shine lendülete, még mindig az élen Merivel, Merivel az utolsó 100 méteren még vezet, Merivel mögött az óriási a tülekedés, Velena is elindul óriási rendülettel, Pokolfajzat is elindul, kívül Noklupata van elől, majd Pokolfajzat fog győzni, Pokolfajzat a nyerő, Pokolfajzat fog győzni, Noklupata is ott volt mögötte nagyon szorosan, Merivel 100-nál még úgy tűnt, hogy nyerhet, lehet, hogy még a dobogó sincs meg neki, nagyon látványos és izgalmas versenyt hozott ez az 1100 méteres verseny.